A műsor dekorációját a Borvirág Szalon készítette. Nemzetek táncai, magyar népdalok és fúvószene is szerepel a mai kínálatban. Köszöntöm Önöket! Az elmúlt napok kiemelkedő kulturális eseményeiről mutatunk összefoglalókat. Maláj, dél-amerikai és orosz tánccsoportok is bemutatkoztak az InterEtno Fesztiválon. Három halasi kötődésű népdalénekesnő a kenyérről és a borról énekelt. A fúvós galopon Sasvári Sándor is fellépett, de a tűzsó, fénysó is igen látványos volt. A sztárvendégek érkeznek majd a Nemzetiségi Szüreti Fesztiválra a jövő hétvégén a Vásártérre. A műsorban részletesen is beszélgettünk erről, de a többi programra is felhívjuk a figyelmüket. Tartsanak velünk! Utazás a kultúrák között. Pár órára a nemzetközi színtérré vált Halas központja. Négy nemzet, hat tánccsoportja látogatott el a városba az InterEtno Fesztivál keretében. Érkeztek csoportok Oroszországból, Dél-Amerikából és Malajziából is. Mi pedig megmutatjuk, hogy milyen hangulatot varázsoltak a főtérre. Lüktetett halas főtere, amikor megszólaltak a malajziai orang-orang dobszínház termetes méretű dobjai. A csoport a műsorával járja a világot, halas főterére az InterEtno Fesztivál keretében jutottak el. Malajzia három nép kultúráját ötvözi, az indiait, a malájt és a kínait. Ezt mutatjuk be a Kínából származó dobok, és a többi főként indiai hangszer segítségével. Az ütéseknél figyelünk a zene keménységére és finomságára is. A dobszínház 2013-ban alakult. Halasra egy 6 hetes franciaországi fesztivál turné után érkeztek. 24 fesztivál dobot használunk, és egy új művészeti ágat teremtettünk, hiszen a kínai hagyományos művészi formát átalakítottuk modern zenévé. A dobok, a zene, a színházi elemek izgalmas műsorra állnak össze, mondta a csoport művészeti vezetője. Oroszországból három csoport is bemutatkozott Halason. A tavaszi hajnalok együttes Voronyásból érkezett. A nagymutú csoport pörgős koreográfiákat és lírai körtáncokat is előadott. A Krasznodárból érkezett Tanok néptánc együttes a klasszikus orosz táncok és zenék mellett egy meglepetés produkcióval is készült. A művészek kivívták a közönség elismerését, amikor a Tavaszi szél vizet áraszt című dalt énekelték el magyar nyelven. Nagyon sokat próbáltunk ezzel a dallal, szerettük volna, hogy úgy szólaljon meg, ahogyan kell, mesélte Jekaterina. Dimitri pedig az együttesről beszélt. A kórus, a zenekar és a táncosok, mint egy nagy család, úgy hoztuk el ezt a műsort. Fellépéseinkkel a nemzeti kozák táncokat, a kozák kultúrát mutatjuk be. A Kozbek tánc együttes a Kaukázusból érkezett, a csoport a nemzetközi versenyekről sorra hozza el a díjakat, Halason is magas színvonalú műsort mutattak be. Latinos ritmusokból sem volt hiány Halas főterén, a bolíviai Szent Pál Katolikus Egyetem néptánc csoportja felpörgette a hangulatot. Porque es un carnaval, se los canto y bailo.
A Bolívia fővárosából, La Pazból érkezett együttes igazgatója elmondta, hogy három tartomány táncait hozták el bemutatni. A legszínesebb öltözékek, amit láthatott a közönség, hazájuk keleti régióját mutatta be. Halasra örömmel jöttek, és jól érezték magukat a városban. Már besötétedett a főtéren, mire a Kolumbiából érkezett táncosok is a közönség elé léptek. Három halasi kötődésű népdalénekesnő különleges műsorral lepte meg a közönséget augusztus 20-án. A kenyérről és a borról énekeltek, illetve meséltek. Az énekesnők azt tervezik, hogy lesz még folytatás ennek a közös munkának. Képzeljétek el, ez az öreg asszony mindig a kedvenc 1001 láncoló kolyáját hordta, és bizony annak a 777. láncával lakott egy bolha. Na, attól hallottam ezt a mesét. Összefogott három halasi kötődésű, de már nem a városban élő népdalénekesnő, és egy különleges műsorral lepték meg a halasiakat. Az új kenyér ünnepén először a kenyérről meséltek és énekeltek. Süssünk valami, most is megmondom, hogy mit. Lisztből legyen kerekes, töltelékes, jó édes. Mivel mind a három énekesnőnek sok a feladata, így nem volt könnyű felkészülni a közös műsorra, de a próbák minden percét élvezték. Igyekeztünk azért mindenképpen jól összekoordinálni a dolgokat, így a próbáknak én adtam otthont, és így ügyesen sikerült összeszervezni, hogy mindenkinek az idejébe beleférjen ez a dolog, hiszen mindannyiunknak fontos volt ez az ünnepség. Én most a Fóti Népművészeti Szak gimnáziumban tanítok tánctörténetet és kinetográfiát. Emellett még a Szegedi Tudományegyetemnek a néprajz szakán végzem a mesterképzésben a táncantropológiai szakot, úgyhogy egészen sok dolgom van így a tanítással és a tanulással is egyben, de számomra ez nagyon megtisztelő feladat, hiszen ugye szokták volt mondani, jó pap is holtig tanul, nekem is ez nagyon fontos kötelességem, és hogy a tudásomat fejlesszem, és hogy a tudásomat átadhassam. Ezen túl meg, hát ugye ezzel a trióval jöttünk össze így énekelni, és ez volt most így, konkrétan így a felkérés kapcsán jött az ötlet, hogy készítsük el ezt az ünnepi műsort. Krámli Kinga jelenleg a saját zenekarával stúdió és műhely munkákat végez, de nagyon fontosnak tartotta ezt a halasi felkérést is. Nagyon sokat adott lelkileg, mert az újra találkozás öröme, az, hogy együtt énekeltünk, felelevenítettük a régi emlékeinket, az nagyon-nagyon fontos volt azon túl, hogy készültünk erre az ünnepségre. Nem tudom, mennyire tudjátok tartani a kapcsolatot, vagy lesz-e folytatás a tervek szerint ennek a formációnak? Mindenképpen tervezzük, hiszen nagyon sok erőt adott, úgyhogy szeretnénk egy hangzóanyagot majd megjelentetni, és ezekkel kapcsolatban találkozni, illetve dalokat összeválogatni, gyűjteni. Bakó Katalin szinte még kislány volt, amikor a halasiak először hallhatták népdalokat énekelni, és Katalin is őrzi szívében a halasi emlékeket. Légmozgalmas életet élek, amellett, hogy három gyereknek vagyok az anyukája. Emellett a második diplomámat szerzem Egerben, és hát a munkahelyem pedig az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, ahol a gyermek és ifjúság irodalmi gyűjteménynek vagyok az egyik anyukája. És habár nagyon-nagyon sokat dolgozom, soha nem érzem úgy, hogy dolgozni megyek be, hanem mindig egy új kalandként élek meg minden egyes napot. Halas, mekkora szerepet tölt még be az életedben? Hát egyre kevesebbet konkrétan, tehát hogy hazautazni ritkán utazok haza. Szerintem nagyon sok éve nem voltam itthon, de én tudom, hogy nekem halas mit adott, tehát hogy egyrészt második otthonom lett, hiszen erdélyiként ez a város és ez a közösség befogadott, másrészt pedig nagyon-nagyon fontosnak tartom azt a gimnáziumi 4 évet, amit a régi Szilárd Járon gimnáziumban kaphattam. Mind a mai napig élek azokból a
tanulmányokból és azokból a tanárokkal kapcsolatos élményeimből, amit ott szereztem. Tehát, hogy azért a halas mindig ott van az én mindennapjaimban. A műsor második részében már többnyire abborról szóltak a dalok, hiszen itt a szüret ideje is. Helyi és környékbeli dalokkal is készültek az énekesnők és az eseményre felkért zenészek. A népdal énekesnők azt tervezik, hogy lesz még folytatás ennek a közös munkának. Kicsi még a mi lányunk, de ne járjak el mi lányunk. Ha megnő a mi lányunk, akkor a A Fúvós Galopp az idén egész napos szabadidős programot hozott a Hírlig József Lovasparkba múlt szombaton. A rendezvény csúcsa a Halas Koncertband előadó estje, a Sasvári Apa-lánya lovas ének előadása és a Crystal Dance Studio fényjáték sója volt. Következzék egy kis színpadi háttér a fellépőktől. A Halas Koncertbandnek egy éve nagyon bejött a Fúvós Galopp. Sok néző és érdekes koncertrepertoár kísérte a műsort. A közönség most is kíváncsian várta, milyen meglepetéssel szolgálnak a halasi fúvósok. A lényeg az, hogy minél változatosabb legyen, tehát a kicsiktől a nagyokig, tehát itt filmzene is lesz, különböző slágerek, popslágerek is felcsendülnek, illetve hát kapásban egy klasszikus számmal kezdünk, egy igazi nyitánnyal. Fontos nálunk az, hogy lehetőséget kapjanak a fiatal tehetségek, úgyhogy három szólista is fog színre lépni. Ugye két trombitásunk és hát a szóló klarinétosunk, aki már nem kezdő, de ugye hát ő is mindig szerepet kap, illetve lesz mindenféle mozgás, meg egy kis színpadi elem. Tulajdonképpen szeretünk közel kerülni a közönséghez. Itt is azért gondoltuk azt, hogy minél közelebb települünk a hallgatósághoz, hogy tényleg egy ilyen igazi interakció jöjjön létre. Nekem ez már a harmadik évem, és minden évben nagyon-nagyon sokat dolgozunk ezekre a koncertekre. Most erre a műsorra, a zenekari táborra készültünk főleg fel, ami egy 2-3 hete volt. A Fúvós Galopp vendégsztár fellépői a Jászai Mari Díjas színművész énekes Sasvári Sándor és leánya Léna voltak az idén. A lóhátról éneklés komoly felkészülést igényel lovastól, lótól. Nagyjából ez a lovacska, ő Grape Vital Saturnő már 24 éves, tehát ő már nagyon hozzá van szoktatva. Bocsánat, viszont a másik, ő a saját tenyésztésű Oa Apollo Argentina nevű lovam, aki most kezdi ezt a pályafutását. Ma lesz az 5. alkalom, hogy ilyen körülmények között lép fel, sőt, hát ilyen körülményeket még nem is látott, hogy egy fúvós zenekar. A közönség az nem zavarja őt, a hang nem zavarja őt. A fúvós zenekartól egyszer-kétszer megrémült, ki is szakította magát a kezemből, de elment 3 méter és elkezdett legelni, úgyhogy nagy vész nincsen belőle. Ez a lányom volt, igen. A hangbeállás is folyna tulajdonképpen, csak ez a zenekar megjátszik. Úgyhogy itt vagyunk, meg fogjuk oldani a feladatot. Most én még csak egy dalt fogok énekelni, mert ilyenre még nem volt precedens, hogy lóháton énekeljek én is, mert járjuk már az országot kettesben, de akkor általában földön szoktam énekelni. Ez lesz életem első lovas fellépése, úgyhogy remélem, hogy jól fog sikerülni. Az est fénypontját szó szerint a szabadkai Crystal Dance Studio akrobatikus táncosai jelentették. A korom sötétben fellépő együttes tüzes sóját a Halas Koncertben kísérte, és persze lelkes taps. A mazsor csapatunk 10 éves, de ez most egy különleges sót hoztunk tűzvarázs nevezéssel.
világítós és tüzes effektusokat fogunk élőzenérel a Halasband fúvózenekarral együtt előadni, ami egy kuriózum, és szerintem nem is volt még itt sehol. Mi meteorokkal, botokkal, pomponokkal dolgozunk, általában Románia, Magyarország, Horvátországban járunk versenyekre, és igazából van saját versenyünk is két napos Szabadkán, ahol a Kiskunhalasi Városi Fúvózenekar is fellép folyamatosan. Nagy buli lesz a Vásártéren is. Halason idén is a Szüreti Fesztiválon párhuzamosan tartják a Nemzetiségi Szüreti Fesztivált. Szeptember 6-án kezdődnek a programok, és 7-én is több kiemelt fellépő érkezik a Vásártérre. Ezekről a programokról beszélgetünk a következő percekben. Szűcs Csaba, a polgármesterrel köszöntelek. Üdvözöllek, szépen. Volt már ekkora programot nálatok, mint ami most szerveződik? Nem, tehát az idei évi lesz a legnagyobb. Minden évben megpróbáljuk egy kicsit túlszárnyalni az előző évet. Hát én azt gondolom, hogy az idei programokkal ezt teljesíteni fogjuk, hiszen rengeteg sztárvendéget várunk. Ugye említettem már az imént, hogy pénteken, 6-án elkezdődnek a programok, akkor mi minden lesz? Így van, tehát pénteken 16 órakor kezdünk a Vásártéren. 16 órától 19 óráig egy halasi cigánzenekar fog zenélni. Majd 19 órakor megérkezik az első sztárvendégünk, Jolly és Suzy lesz, majd 20 órakor Nótár Méri fog fellépni, és 9 órától éjfélig pedig Utcabál lesz, szintén a helyi cigányzenekarunkkal. A pénteki nap ennyi lesz, illetve kísérőprogramként a gyerekeket várjuk légvárral, ami természetesen ingyenes, illetve különböző gyerekjátékokkal, és utána pedig ráfordulunk a szombati napra. Ami még mozgalmasabb lesz, ugye? Így van, ami még mozgalmasabb lesz, ugye az lesz a főnapunk. Ott már délben fogunk kezdeni. Déltől 4 óráig szintén egy helyi zenekarunk fog zenélni, és 4 órától jön a Star Dumping, hiszen délután 16 órakor Bódi Csabi lép föl, este 5 órakor lép föl Kis Grófó, 18 órakor érkezik Bangó Margit egy nagy koncerttel, 19 órakor Bódi Guszti és Margó, 20 órakor Loretta, 21 órakor Dóri és 22 órakor Jani fog föllépni. Ez azt jelenti, hogy 16 órától 23 óráig folyamatosan minden órába más-más sztárvendég fog fellépni, és ugye ezen a napon is gondoltunk a gyerekekre. Délután 1 órától este 7 óráig lesznek gyerekprogramok, illetve szintén lesznek légvárak. Itt kiegészülünk még a rendőrséggel. A rendőrség is kijön, ők is gyerekprogramokkal készülnek, illetve az óvónők, a védőnők is ellátogatnak hozzánk. Már tavaly is ott voltak, és azt gondolom nagyon jó vízhangja volt. És az idei év újdonsága az pont egy mai hír, hogy a honvédség is szeretne kilátogatni a rendezvényünkre, hiszen hallották és látják, hogy mekkora rendezvény, úgyhogy egy kis toborzást is szeretnének ott a fiatalok körébe, aminek én természetesen nagyon örülök. Ez mellett, ami elengedhetetlen, ugye minden évben szoktunk bográcsos ételekkel készülni, és a nagy közönséget szoktuk ezzel megkínálni, ez most is így lesz, ami azt jelenti, hogy délután 3 órára lesznek kész a pörköltek, marha pörkölt, birka pörkölt, illetve cigány káposzta. A terveink szerint ilyen 6-700 adagot fogunk lefőzni, és természetesen azt is ingyen kínáljuk a kilátogatóknak. És itt szeretném megkérni minden halasit, illetve vidékit, hogy látogassanak ki hozzánk, származástól függetlenül, hiszen akkor, amikor elkezdtük ezt a program sorozatot 5 évvel ezelőtt, és megpróbáltuk egy kicsit népszerűsíteni ezt a rendezvényt, nekem nem titkolt szándékom volt az, hogy minél több magyar ember látogasson ki hozzánk, minél több magyar ember lássa, hogy milyen is a kultúránk, ismerje meg, és szórakozzunk együtt, bulizzunk együtt, együnk együtt egy asztalnál, hiszen én azt gondolom, hogy talán ez a legfontosabb üzenete ennek a rendezvénynek, hogy együtt vagyunk, független attól, hogy ki milyen származású.
Mekkora érdeklődés várható jövő pénteken, szombaton a koncertek, a rendezvény iránt? Én tavaly, hát mi egy pici időre tudtunk, de kimentünk, készítettünk felvételeket, akkor is nagyon sokan voltak, elég lesz a helyszín, illetve úgy hallottam, hogy hát akár az ország távolabbi részéről is érkeznek majd érdeklődők, látogatók? Így van, nagyon érdekes telefonokat kaptam az elmúlt két hétben, illetve rám írtak rengetegen a Facebookon, Egerből, Debrecenből, Pécsről, Budapestről, hogy jönnének bulizni, illetve árusok, hogy jöhetnek-e ide árulni, mondom, természetesen. Most azt tudni kell, hogy mi helypészt nem kérünk, senkitől sem, tehát akinek van portékája, azt szívesen látjuk kint, áruljon, annál is színesebb egyébként maga a rendezvényünk. Ugye Halas több területen, több programmal is, akár országos példát is mutat. Hogyan látja ez a rendezvény is ilyen hasonló? Hát biztos vagyok benne, hát megmerem kockáztatni az idei rendezvényeket látva az országba, hogy a miénk lesz talán az ország legnagyobb ilyen roma sztár parádéja, ahol egy kétnapos nemzetiségi fesztiválon ennyi fellépővel, és azt gondolom, hogy rekordlátogatottsággal fog lezajlani egyébként ez a két napunk. Hát köszönöm szépen ezt a sok információt, és akkor sok látogatót kívánok majd a köszönöm jövő hétvégére. Köszönöm szépen, és sok mindenkit várunk szeretettel. Biztos így lesz, köszönöm szépen még egyszer. És ugye hát programok sorra jön Halason az elkövetkező napokban, őszi tálat a múzeumban, zenék a Csipkeházban, emlékek régi születekről, és Halas legnagyobb rendezvénye, a jubileumi 40. születi fesztivál szerepel az elkövetkező egy hét program kínálatában, már is mutatjuk a részleteket. Egy grafikát és 28 festményt tekinthetnek meg az érdeklődők a Nagybányai Művésztelep egyik alapítójának műveiből. Augusztus 30-án pénteken 11 órakor nyílik meg a Réti István kiállítás a Torma János Múzeumban. Ezzel az ünnepélyes eseménnyel veszi kezdetét a november végéig tartó őszi tárlat programsorozat. A hónap utolsó napján, augusztus 31-én szombaton folytatódik a Zenélő Szélmalom sorozat, a Csipkeház ad otthont a rendezvénynek. A 16 órakor kezdődő eseményen felé többek között a Five Lombonc, a Kék ne felejtsd Dalárda, a József Attila Irodalmi Kör, valamint a Tázlári Rozmarin Gasztony Kórus, a Kiskunhalasi Népdalkör és a Mékuti Anna Tánccsoport. A belépés most is ingyenes. Egy érdekes kiállítás vezeti fel a jövő héten a Halasi Szüreti Fesztivált. Régi szüretekről, az elmúlt évtizedekről mesélnek majd a képek és az emléktárgyak a Sétáló utcai közösségek házában. A kiállítás szeptember 4-én szerdán 17 órától várja az érdeklődőket. Szőke Sándor, a Városért Közalapítvány kuratóriumi elnöke nyitja meg a tárlatot, közreműködik a Halasi Népdalkör. Hogy minél sokoldalúbb legyen a kiállítás, a Halasi Média és Kultúra Kft. Szervezőcsapata a lakosság segítségét is kérte. Sokan adtak be fényképeket, amit köszönnek a szervezők. A kiállításra szánt emléktárgyakat viszont még most is be lehet vinni a közösségek házába. Jövő pénteken kezdődik a város legnagyobb rendezvénye, a 40. jubileumi Halasi Szüreti Fesztivál. Szeptember 6-án a Szüreti Futással indul a háromnapos rendezvény. A főtéren most is három helyszínen, a nagy színpadnál, a Konfis Parkban és a Borudvarban váltják majd egymást a zenekarok és táncosok. Idén is két menet lesz, szombaton a szüreti, vasárnap a technikai. Lesz sok kiegészítő program és kiemelt fellépők is érkeznek. Szeptember 6-án ad koncertet a Follow the Flow, 7-én Bobán Markovics, Branka, valamint a Honey Beast lép fel. A fesztivál szeptember 8-án a Bikini koncertje zárja. A részletes program a plakátokon, a programfüzetekben, a Halasi Tükörben, valamint a Halasi Média és Kultúra Kft. Webes felületein található. Úgy tűnik, a középiskolás lányok körében a nyár egyik legnépszerűbb olvasmánya az Elfújta a szél című klasszikus. A Szilárd János Gimnázium egyik tanulója mondja el most, hogy miért áll közel a szívéhez ez a kötet. Én Margaret Michel Elfújta a szél című könyvét szeretném ajánlani. Ez a kedvenc könyvem, hiszen az amerikai polgárháború idején játszódik, és nagyon sok karaktert vonultat fel. Nagyon szeretem magukat a karaktereket is, hiszen nagyon sok rétűek, sok rétegűek, és
azok a karakterek, akik az elején teljesen negatív szerepben vonultak fel, azok egy idő után annyira hozzánőttek a szívemhez, hogy amikor valami nagyon rossz dolog történik velük, akkor az olyan, mintha velem történne meg. Nagyon meg szeretném köszönni a történelem tanárnőmnek, hiszen ő ajánlotta ezt a könyvet, amikor vettük az amerikai polgárháborút, hiszen neki is nagyon tetszett, és az ő hatására vettem ki a könyvtárból. És egy idő után, bevallom, az első résznél ott nagyon akadozott az olvasás. Nem nagyon nőtt a szívemhez, nem is értettem, hogy mi miért történik, és nem is tetszettek a karakterek egyáltalán. Azt hittem, hogy buták, és hogy nekem ez teljesen nem feküdt. Aztán elmentem egy hosszabb utazásra, és akkor gondoltam, egyefene, megint nekifutok. És annyira nekifutottam, hogy utána szaladtam a könyvtárba kikölcsönözni a másodikat, és a végén pedig megakadtam. Hiszen ez ugye az amerikai polgárháború idején játszódik, szóval ez egyáltalán nem egy ilyen vidám könyv, aminek tűnik. És ott a vége felé ugye nagyon sok megpróbáltatáson mennek keresztül a szereplők, és úgy éreztem, hogy ezt nekem abba kell hagynom, mert egyszerűen nem ment elolvasni az utolsó 60 oldalt, hiszen annyira szívemhez nőttek a karakterek, hogy annyira azonosulni tudtam velük, hogy olyan, mint hogy az én életem ment volna arra a vágányra, ami az ő életükre ment. Mai kulturális kalandozásunk végéhez értünk. Zárásként a Virágzó Tehetség Művészeti Egyesület tagja Tímár Erika mutat be egy táncot. A csoport fellép majd jövő vasárnap a Halasi Szüreti Fesztiválon, és én már köszönöm a figyelmüket, és találkozunk jövő héten a Szüreti Fesztiválokon. Viszontlátásra! A műsor dekorációját a Borvirág Szalon készítette.